Már használatba is vette a kedvezményezett azt az elektromos mopedet, amelyet Pintér Tamás polgármester és Káló Gergely térségünk országgyűlési képviselője adott át Kondor László közreműködésével. A mozgáskorlátozottak együtt egymásért egyesület tagjának létfontosságú volt az átadott eszköz. Nekünk a segítségünkre volt a mozgáskorlátozottak együtt egymásért egyesületnek az elnökem, Kondor László, aki elmondta azt, hogy van egy tagjuk, akinek nagyon fontos lenne az, hogy rugalmasabban tudjak közlekedni a városba, és mi nagyon nagy örömmel adtuk most át neki ezt a mopedet, mert azt gondolom, hogy ha van itt a városban olyan ember, akinek szüksége van egy ilyenre, akkor egy olyan hölgy személye az, leginkább most, aki nem csak, hogy önmagánért tesz ezzel, hogy ezt tudja használni, hanem magáért az egyesületért is. A kezdeményezés kapcsán Káló Gergely elmondta, az átadott eszköz mellett már egy másik moped felújításán is dolgoznak. Van még egy moped, ami ugyan rossz állapotban van, de egy felújítás során átadhatóvá válik. Azt tudni kell ezekről a mopedekről, hogy a felújításuk nagyon drága és nagyon lassú, az eszközbeszerzés, az akkumulátorok is nagyon speciálisak, de ezen is rajta vagyunk. Ugye ezt a mopedet a felújítását Pintér Tamás állta, a következő mopednek a felújítását pedig én vállaltam magamra, és ezt a mopedet is majd átadjuk a mozgáskorlátozottak együtt egymásért egyesületnek, ami majd gondoskodni fog arról, hogy a legjobb helyre kerüljön. Kondor László megköszönte a felajánlást, majd elmondta, az eszközök a lehető legjobb helyre kerülnek majd. Köszönjük szépen a polgármester úr nagy lelkű felajánlását. Olyan személynek tudtuk átadni, aki az egyesület mindennapi munkájában tevőleg részt vesz, óriási feladatokat vállal önkéntesen, nyilvánvalóan díjazás nélkül. A Nelly foglalkozik azokkal a személyekkel, akik rászorulnak a hetente egyszer kedden 10-től 14 óráig azokat a személyeket fogadja, akiknek ügyesbe jutók van. A kezdeményezés apropóján Káló Gergely hangsúlyozta, egy közösség erejét az mutatja meg igazán, hogy milyen módon tud segíteni a rászoruló embertársainak.